kamalduli kolostorként épült, ugye az 1730-as évektől nagyjából olyan a belső munkálatokkal együtt olyan 1770-ig, akkor kapta meg ezt a ma is rendkívül karakteres kialakítását, ugye a kis cellaházakkal, akkor ezzel a Forestieriának nevezett épülettel, ahol ugye a messziről érkezettek idegenek kaptak szállást, illetve a gazdasági egységek voltak. Aztán utána, amikor II. József 1782-ben feloszlatja a rendet, akkor ugye elárverezik a belső berendezést. Utána volt egy furcsa periódusa az épületnek a 19. század elején, ugye a birtokos Eszterházi család posztógyárnak, tehát egy bérlő posztógyárként használja az Eszterházi családtól bérelte, utána pedig vadászkastélye alakítják át ezt a fő épületet. A vadászkastélyból is próbálunk valamit megjeleníteni, az egykori szalont, amit vadászteremnek mondunk. Ugye 1919-ben, mikor ugye hát állami kézbe került az épület, akkor egy listát állítottak össze, egy leltárat, ami alapján lehet tudni, hogy a folyosókon nem is tudom hány száz ilyen vadásztrófea volt. Az Eszterházi Mónika az utolsó grófnak, ugye a leánya, ő még mindig él Bécsben, és nagyon nagy örömünkre fog szolgálni, hogyha majd ő is látja, hogy azért ez nem méltatlan kezekben van. 20 cella helyett 17 épült, vagy hogy ez az úgynevezett refektóriumi szán emeletesnek volt elképzelve, és végül csak földszintesként valósult meg. Malki kamanduló remetesének a felújítása, itt vagyunk most a remeteség szomszédságában, elvileg 4 ütemből állna, azért mondom, hogy elvileg, mert egyelőre az első ütem befejezésére van meg a forrás. Ennek az első ütemnek a megvalósításához 874 millió forintos uniós forrás biztosított a kormányzat. Itt a munkák most már hát egy bő fél év óta tartanak, és én abban bízom, hogy idén be is fognak fejeződni. Nem mindent tudunk az eredeti ütemezésnek megfelelően megvalósítani, hiszen számos váratlan akadállyal szembesültek az építő munkások, viszont ebben az évben, hogyha át tudjuk adni az első ütemet, akkor olyan csodálatos értékkel gazdagodik a magyar műemlékvédelem és a magyar turizmus, amely tényleg egyedülálló. A mai kihelyezett tanácsülésünk, hiszen a fejlesztési tanácsnak volt mai ülése, az rávilágított arra, hogy milyen fontos az együttműködése különböző szerveknek. Nevezetesen a Magyar Kormány Háttérintézménye, a felújítást végző Forster Gyula Központ, Oroszlány városa, ahova Majk is tartozik, és a fejlesztési tanács. Utóbbi a Velencei tó, a Vértes és a Páli völgy térségét próbálja összefogni, tagja pedig Takács Károly, Oroszlány polgármestere is. Tovább gondolkodásnak is ez adja az alapját, hogy miképpen tudjuk ezt az egész turisztikai térséget úgy élhetővé, bejárhatóvá tenni, hogy az itt élőkön túlmutatóan valóságos vonzerővel rendelkezzen. 90-es évek közepén került ez tartós állami gondozásba, tulajdonban akkor ugye visszaintegrálták, de azért megmaradt a szellemiség. Testülete válogatja ki, hogy támogatta. Mindig látogatható volt, talán azon időszak kivétele, amikor szinte gazdátalan volt. Mert volt a szocializmusnak olyan időszak, én gyerekként emlékszem rá, amikor itt úttörőként itt masíroztunk, hogy hát bizony voltak ilyen pauzák, amikor bárki boldogtalan jöhetett, mehetett itt. Sajnos a 70-80-as években nem nagyon volt gazdája. Akkor tulajdonképpen egy ilyen úri passziónak tartották ezt, és emlékszem néha egy grófnőre, akit gyalog sétálgatott szegény, máig restelem, hogy nem szólítottuk meg gyerekként, akkor nem éreztük ennek a fontosságát. Valami sugárzott belőle, amit az ember megérintette gyerekként, de nem értette akkoriban a 60-70-es években ennek mi a jelentősége. Hát most kellett megértsük azt, hogy ez bizony egy hatalmas kincs, ami itt van.